Ajándékot adni és ajándékot kapni. Egyszerre két célt is szolgál az RMDS Sékeüdvárhei nőszervezet által útjára indított karitatív akció, mely a Mosolygós karácsony elnevezést viseli. A szervezet tulajdonképpen közvetítő szerepet tölt be az akcióban. A kis csomagokat ugyanis városunk napközis gyerekei készítik, és szentestén a városi kórház betegei kapják majd meg azokat. Az elképzelés szerint a csomagokba olyan édességek kerülnének, amelyek még a Mikulás ajándékból maradtak meg, illetve olyan kis alkotások, ajándéktárgyak, amelyeket a napközisek saját maguk készítenek ebből a célból kisgyerekek szempontjából is nagyon fontosnak tartjuk, mivel hogy az óvodákban kerülnek össze ezek a csomagok, a Mikulás csomagból megmaradt édességeket, szaloncukrot, kellene a gyerekek behozzák az óvodába is. Emellé kézműves tevékenységeken apró kis karácsonyi díszeket, ünnephez kapcsolódó tárgyakat készítenek, és ezekből állítódnak össze ezek a csomagok. Nagyon fontosnak tartjuk az óvodában azt is, hogy a gyerekek már kicsikorban megismerkedjenek azzal, hogy nem csak kapni jó, hanem adni is. A hét folyamán elkészült csomagokat szentestén angyal viszi el a kórházba fekvő betegekhez. Az újszülött osztály kivételével valamennyi részlegre ellátogat majd az angyalka, hogy átadja a kis meglepetéseket. A mosolygós karácsony elnevezésű akció mellett az RMDS helyi Nőszervezete egy alkotói pályázatot is útjára indított. Az Én Karácsonyfem című kiírása, óvodások és kisiskolások munkáit várják. Az alkotásokról készült fényképek felkerülnek a helyi nőszervezet Facebook oldalára, ahol december 21-ig lehet egy lájkkal like szavazni a legjobbra, melyet december 22-én a Mesevárosban díjaznak.